Útmutató az élethez a Föld nevű bolygón. Anasztázia tanításai alapján. Minden, amit el tudsz képzelni, az lehetséges. A gondolat teremt. Előszó. Valahol Szibériában él egy nő. Távol a civilizációtól és minden ember lakta településtől. Sosem tanult semmilyen iskolában, és városban is talán kétszer járt életében. Mégis mindent tud a világról. Mindent tud az emberiség múltjáról, jelenéről és jövőjéről. És amikor azt mondom mindent, akkor ez szó szerint értendő. Vladimir Megre egyszerű kereskedő volt, aki hajójával járta az Ob folyót. Sosem akart könyveket írni. Nem is hitt benne, hogy képes lenne rá. Mégis, miután találkozott a nővel, könyvei milliók gondolkodását változtatták meg Oroszországban és szerte a világon. Hatásuk lassan, de biztosan az egész földet megváltoztatja. És ez nem mese, hanem a valóság. Kalandos utazásra és gondolkodásra hívom az olvasót, ezen az utazáson már én is részt vettem, sőt, ez az út folytatódik, és aztán is folytatódni fog, ha befejezem ennek a könyvnek az írását. Tágabb értelemben kezdődött a születésemmel, majd a világ vélt vagy valós megismerésével, majd szűkebb értelemben véve folytatódott az Anasztázia könyvsorozat olvasásával. Szubjektív, tehát abból a szempontból, hogy mindaz az információ, amely Anasztáziától eljutott hozzám, egy szűrőn keresztül érkezik most el hozzád, hozzátok, ugyanúgy, ahogyan Anasztázia gondolatai is Vladimir Megrén átjutottak a világba. Igyekszem ezt a szűrőt minél reálisabban kezelni is, bár az érzelmek kihagyása lehetetlen egy ilyen nagyszabású és nagy hatású műfolyam esetében, ki-ki lelkére vízon, mit gondol majd közben, s utólag mindenről. Mindemellett el kell mondjam azt is, hogy egyre jobban és mélyebben hiszek abban, hogy az emberbe kívülről beletenni semmit nem lehet. Ezt már Jézus is mondta. Minden, ami bennünk gyökeret ver, már bennünk van, legfeljebb kell egy kis rásegítés, hogy az felismerhetővé váljon, virágot, gyümölcsöt növesszen. Hiszem, hogy Anasztázia gondolatai bennem is és mindenkiben benne vannak, s éppen az ő személye kellett hozzá, hogy életre keljenek, előbukkanjanak a feledés homályából, újból visszanyerhessék régi fényüket. Amikor ismerősöknek és ismeretleneknek Anasztáziáról beszéltem, mindig kétségek is felmerültek bennem. Mert ne az számít, Anasztázia ki valójában, sokkal inkább az, hogy aki kapcsolatba kerül vele, annak számára mit jelent az ő személye. Mindig az a fontosabb, hogy a befogadó hogyan áll hozzá a kérdéshez, nem az, hogy a befogadni kívánt eszmeiség, gondolatvilág vagy értékrend mit is képvisel. Merész párhuzamot állítva mondhatnám, nem az számít, hogy Jézus Krisztus, Buddha vagy Anasztázia létezett-e vagy létezik-e, sokkal fontosabb, hogy az általuk képviselt eszmeiséget mi magunk hogyan vagyunk képesek megélni, befogadni, átérezni, magunkban felfedezni és mindennapi gyakorlattá alakítani. Az első Anasztázia könyv címe alatt nem hiába van ott ezzel kapcsolatosan a legfontosabb mondat. Azok számára létezem, akik számára létezem. Már önmagában ez a gondolat olyan, hogy elolvasása után nem is érdemes tovább haladni a könyvben, amíg nem értelmezzük magunkban, amíg nem fogtuk fel a mögötte rejlő jelentést. Bár hozzáteszem, a mondat igazán fontos jelentése csak valamennyi kötet első, végigolvasása után tudatosult bennem.
Ha gyakorlatiasan szeretnénk megközelíteni Anasztázia személyét, pusztán annyit mondhatunk róla, hogy egy Szibériában élő remetenő, aki közvetítés útján juttatta el gondolatait, útmutatásait a világnak. Ráadásul semmiféle rossz értelembe vett varázslat, különleges személy vagy kuruzsló nem szükségeltetett hozzá. Anasztázia egy ízig-védig anyagias gondolkodású kereskedőt választott ki arra, hogy mindazt elmondja, ami immáron magyarul is 10 kötetnyi könyvet tesz ki. A sorozat 10. kötete az Anaszta éppen e könyv írása közben látott napvilágot magyarul 2014 elején. Amikor találkoztam a művekkel, már én is jócskán az önismeret és világismeret fogas kérdéseinek útját jártam, így talált rám a könyv, így talált rám Anasztázia. Mindaz, amit megismertem benne, nem a könyvekben ismertem meg, elsősorban, hanem önmagamban. Ahogy haladtam a fejezetekben, ahogyan egyre másra tárultak fel azok az ismeretek, amelyek megszólítottak, nem történt más, mint egyfajta ébredés. Biztosan más esetben is találkozott az olvasó olyan gondolatokkal, amelyekkel nem tudott egyebet kezdeni, mint elfogadni, rábólintani, s azt mondani önmagának olvasás közben, ez csak is így lehet, nem lehet másképpen. Mert annyira logikus, annyira kézenfekvő, annyira megingathatatlan, egyszerűen nem lehet másképpen érezni. Miért van szükség erre a könyvre, ha már amúgy is létezik 10, ami jelen könyvírásának kezdetéig magyarul is megjelent, tehát 10 kötet, a 10 kötet elolvasását és megismerését nem pótolhatja semmi. Ugyanúgy, ahogy egy moziban futó film megtekintésének élményét sem pótolhatja, ha 10 percben összefoglaljuk a tartalmát. Célom tehát kettős e könyv megalkotásával. Egyrészt bízom benne, ha Anasztázia a legfontosabb tanításait itt átadom összefoglalva, akkor még több ember kap kedvet ahhoz, hogy elolvassa a teljes művet. Ezt én is megtettem, nekem is hónapokba telt, míg a végéig jutottam. Ráadásul most újra elkezdtem előről. Másrészt nem titkolt szándékom, hogy azon gondolatokat, amelyeket én megfogalmaztam, vagy esetleg másutt találkoztam velük életem során, és fontosnak tartom őket, ugyancsak megismertessem az olvasókkal. Hát, ha sikerül együtt gondolkodnunk később. Továbbá mindezek nem is állnak távol Anasztázia szellemiségétől. Azzal kezdtem ezt a bevezetőt, hogy kalandra és gondolkodásra hívom az olvasót. Hiszem, hogy az emberiség egyes tagjainak, és emellett kollektív tudatossága is folyamatosan növekszik. Ma már nem mondhatjuk azt, hogy ezt vagy azt nem tudjuk, miközben az orrunk előtt vannak a válaszok. Tetteinknek, jónak és rossznak is, megvannak a maguk következményei. Ma már csak az mondja bármire, hogy szerencse, szerencsétlenség vagy véletlen, aki nem hajlandó tudomást venni az okok és okozatok összefüggéseiről. Anasztázia ezeket is brilliáns módon, kristálytiszta logikával és érzésekkel tárja elénk. Ő maga sem kér mást Megrétől. Ne fogadja el, amit mond neki, csak logikusan gondolja végig, és fel fogja ismerni az igazságokat. Útmutató az élethez a Föld nevű bolygón. Ezt a címet választottam, ami szokatlanul hosszú, mert ritkán adnak szerzők ennyire bonyolult mondatot címként műveikhez. Lehetett volna a címe Földi élet útmutató is, de nekem az kissé sántikált, bár kétségtelen, hogy grafikailag könnyebb lett volna címlapot tervezni hozzá. Honnan veszem a merszet, hogy 42-43 évesen én adjak útmutatót másoknak arra vonatkozóan, hogyan éljenek a bolygón? Erre a kérdésre csak azzal a válaszolhatok, amit erős győző barátom szokott mindig mondani előadásainak elején, amikor betegségekről, egészséges életmódról, táplálkozásról beszél. Róla annyit kell tudni, hogy egyszerű buszsofőrként dolgozott, és
Úgy sikerült szinte önerőből kigyógyulnia nagyon komoly daganatos rákbetegségéből, hogy már az orvosok is lemondtak róla. Ettől hiteles az, amit mond. Mégis mindig úgy kezdi az előadásait, ne higgyenek el nekem semmit, mert nem az igazságról beszélek, hiszen az igazság roppant relatív. Mindig csak az válik igazságá, amit az ember elhisz. Anasztázia is folyvást ezt mondja Megrének. Ne tőlem várd a választ, gondold végig magad, s rá fogsz jönni, mi igaz. Én is pontosan ezt javaslom a kedves olvasónak, hogy csak azokat fogadja el a könyvből igazságként, amit maga is annak érez, vagy annak tud gondolni. Ha Anasztázia azt mondta, hogy azok számára létezik, akik számára létezik, én azt írom, e könyv azok számára útmutató, akik azonosulni tudnak a benne található gondolatokkal. A könyv három részből áll. Az elsőben Anasztázia legfontosabb tanításait foglalom össze, a másodikban az egyénnel és önismereti kérdésekkel foglalkozom, a harmadikban az általam megismert világ olyanságát mutatom be, amilyennek én látom. Ugyanakkor igyekszem felvázolni egy olyan világot és olyan Magyarországot, amely véleményem szerint sokkal élhetőbb a mainál. A teljes könyvben, ahogyan három részből áll, ugyanúgy három irányból táplálkozik a benne megtalálható gondolatiság is. Egyrészt Anasztázia tanításaiból, másrészt mindazokból az ismeretekből, amelyeket másutt találtam meg, valamint saját józan eszemmel mérlegelt saját gondolatokból. Olvassátok, illetve e hangos könyvet hallgassátok olyan szeretettel, amilyen szeretettel írtam nektek. Első rész, a szeretet tere. Megre és Anasztázia. Vlagyimir Nikolájevics Megre az Ukrajna északi részén fekvő Kuznicsi faluban született, Vlagyimir Nikolájevics Puzakov néven 1950 nyarán. 24 esztendős korától Novoszibirszkben él, ahol kezdetben fényképészként dolgozott, talán nem véletlen a párhuzam, hogy jelen könyv szerzője is immár több mint 15 éve ugyanezt a szakmát űzi, kiegészítve filmek készítésével és önkéntes társadalmi tevékenységgel. Megre az 1990-es évek elejétől turistáknak szervezett fizetős expedíciókat az Ob folyón, valamint a folyó menti települések lakóival kereskedett sikeres üzletemberként. 1994-ben egy szibériai expedíciója során találkozott a különös remetenővel, Anasztáziával. A könyvek tartalma és az írói gyakorlatlanságának ellentmondó hihetetlen népszerűsége miatt sokan támadták és támadják ma is, ami azonban nem tántorította el attól, hogy létrehozza a Tiszta Szándékú Vállalkozók Egyesületét, valamint azt, hogy Oroszországban törvénybe iktassák az ingyenes, egy hektárnyi területen gazdálkodni szándékozók szabad földhasználati jogát. Az első kötet Oroszországban 1996-ban, Magyarországon 9 évvel később, 2005-ben látott napvilágot. Bartko Editet 1953-2012, mint az Oroszország zengő cédrusai könyvsorozat magyar változatlanak kiadóját és fordítóját ismerhették meg az olvasók. Edit Kassán élt és dolgozott fordítóként és tolmácsként. Ezt a feladatot csak azzal a nagy szeretettel, mély elhivatottsággal és alázattal lehetett végezni, ahogyan azt Edit tette. Számára a könyvsorozattal kapcsolatos teendők mindig az első helyen álltak. Rengeteg időt, energiát és anyagi forrást áldozott arra, hogy a lehető leghitelesebben közvetíthesse Anasztázia üzeneteit. Súlyos betegsége ellenére Edit még a halála előtti utolsó időszakban is folyamatosan dolgozott,
hogy a 9. kötetnek a fordítása elkészülhessen. Hálás köszönet neki mindazért, szeretettel őrizzük emlékét. 3 évvel volt fiatalabb Megrénél, és 2012. áprilisában éppen a Föld napján hagyott itt bennünket. Az 1893-ban megnyitott Watkins Books az egyik legrégebbi könyvesbolt Londonban, immáron világszerte ismert. Más kiadók és magazinok sok esetben olyan listákat állítanak össze, hogy kik a leggazdagabbak, legbefolyásosabbak, legismertebbek a világon, és a többi, és a többi. A Watkins összeállította azon írók listáját, akik szellemi, lelki értelemben a legnagyobb hatással vannak a világra. A 100-as listára való felkerülésnek 3 kritériuma volt. 1. Legyen élő személy. 2. Alkotása legyen egyedülálló. 3. Valamint az internetes blogokon és keresőkben legtöbbször szerepeljen a neve. Vladimir Megre neve 2011-ben a 71., 2013-ban pedig a 80. helyre került ezen a listán. Ki is voltaképpen Anasztázia? Fiatal nő, aki remeteként született és remeteként él valahol messze a mélységes szibériai tajgában, akit szülei halála után nagyapja és dédnagyapja nevelt, akik úgy szintén remete életet élnek. Az asszony teljes harmóniában él a természettel és a világegyetemmel. Ismeri és használja annak törvényeit és kisugárzásait. Otthonát, az erdőt sosem hagyta el, mégis jól ismer bennünket, a civilizációban létezőket, mindent tud, sőt sokkal többet tud, mint mi. Folyamatosan használja ezt a tudást, amit mi már régen elfelejtettünk. Megre könyveink keresztül üzen, hogy visszaálljunk egy boldog létbe, ahonnan azért tévelyektünk el, mert semmibe vettük az univerzum és a természet törvényeit. Anasztázia megindító szépsége, lelki tisztasága, rendkívüli tudása és képességei nagy hatással voltak Megrére. A vállalkozó, feladva korábbi életét, elindult, hogy valóra váltsa a nő szeretetből szőtt álmát, amely nem csupán az olvasókra és Oroszországra, de immáron az egész világra hatással van. Anasztázia gondolatai már milliók lelkét érintették meg a világon. Anasztázia képes távolba látni, részletesen ismer különböző évezredekkel ezelőtt megtörtént eseményeket, ráadásul jelenlegi életünkben is minden nehézség nélkül el tud igazodni. Anasztázia alkotóképessége átfogó, általános, és nem csupán Isten, de a természet egyszeri, személyre szóló ajándéka. Mi mindnyájan és mindegyikünk külön-külön, össze vagyunk kapcsolva a világegyetemmel. Úgy tűnik, a közelgő katasztrófákból való kiút az ősi kultúrák harmonikus szintézisében keresendő. Anasztázia a tökéletes ember, hasonló Isten képmásához. Megre a 2. kötetben idézi egy moszkvai kutatóközpont összefoglalóját, akik az Anasztázia jelenséget vizsgálták. Az 1996-ban Oroszországban megjelent első kötet hatalmas siker volt. A következő könyv 1997-ben látott napvilágot, pedig ekkor hol volt még a következő 8 könyv. A legnagyobb szellemi tanítók, akiket az emberiség vallási tanaikról, filozófiai és tudományos kutatásaikról ismer, nem érik el Anasztázia hatásának gyorsaságát, melyet az emberi képességre fejt ki. Az ő tanaik
keletkezésük pillanata után a valós életben csupán évszázadok, esetleg évezredek múlva fejtették ki érezhető hatásukat. Anasztázia viszont mindezt csupán napok és hónapok alatt valamiféle titokzatos módon teszi, mellőzve az erkölcsi prédikációkat és a különböző szellemi értekezéseket. Egyenesen az érzésekre hat, és emocionális fellángolást, alkotói lendületet vált ki, mely különböző emberek valóságos alkotásaiban nyilvánul meg, akik szívbéli gondolataikkal megérintették őt. Az első könyv után 3 évvel, 1999-ben megjelent 4. kötetben, ez Magyarországon 2008-ban kerülhetett az olvasók kezébe, Megre így ír Anasztáziáról. Itt ül a cédrus alatt egy boldog fiatal nő. Hol ráérősen jár a keze a füvön, hol figyelemmel nézeget valamilyen pici bogarat, amelyik a kezén mászik, hol egy rövid időre elréved. Itt ül a tajgában, messze a városok és országok zajongó életétől, a háborúktól és a civilizált világok mindenféle viszontagságától. De vajon mi van akkor, ha ő tökéletesen ismeri ezt a képalkotó tudományt? Mi van akkor, ha ennek segítségével hatást gyakorolhat az emberekre? Ha sokkal erősebb hatást tud kifejteni a társadalomra, mint a kormányok, parlamentek és temérdek más vallás? Hihetetlen. Fantasztikus, de vannak, léteznek valós, konkrét tények, amelyek azt bizonyítják. Hihetetlen tények. De ezek való, létező tények. Rövid idő alatt megtanított engem könyveket írni. Ehhez csak 3 napra volt szüksége. Szüntelenül árasztja magáról az információkat. Ez hihetetlen, de tény. A könyvek minden előzetes reklám nehézség nélkül lépik át a városok, országok közti határokat. A könyvekben benne van az általa alkotott kép. Ez a kép, bár senki nem tudja hogyan, mégis hat az emberekre. Felébreszti bennük az alkotás iránti vágyat. Nehéz elhinni, hogy az Anasztázia kép változtatja a társadalom tudatát. Az olvasók a cselekvés szükségét érzik. Az emberek Oroszországban és annak határain túl is önállóan olvasói klubokat és központokat szerveznek, és e kluboknak Anasztázia nevét adják. Anasztáziáról tudósok értekeznek. Az ő képe eleven autonóm szubstanciaként lebeg Oroszország fölött. De vajon csupán Oroszország fölött? Teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy a mára több milliós olvasótábor tagjai másképpen gondolkodnak az életről, a társadalmi szabályokról, mint gondolkodott a többség az elmúlt évtizedekben, sőt, évszázadokban. A kötetekben Megre több alkalommal is kitér arra, hogy a társadalom különböző szakértői csoportok, újságírók hogyan reagálnak a felvetődő gondolatokra. Számomra egyfajta sajátos párhuzam képe elevenedik meg az úgynevezett kulturális kreatívokkal. Az Amerikai Egyesült Államokban az ezredforduló környékén készült egy felmérés, amely 13 évig tartott. Az eredeti cél az volt, hogy megtudják, milyen arányban van jelen a két nagy politikai erő az amerikai társadalomban. Gondolunk itt az Egyesült Államokban a republikánusokra és a demokratákra. A kapott eredmény megdöbbentette a kutatókat. Egy addig ismeretlen 50 milliós tömeget találtak, az USA lakossága akkor tájt 312 millió fő volt, az Európai Unióban 100 millió felettire tehető a számuk. Ezek az emberek szabadon akarnak élni. Elutasítják a jelenlegi hatalmi struktúrákat, és tudatosságuk folyamatosan nő. Emellett új gondolkodás és
viselkedés formát alakítanak ki. A hatalom által ellenőrzött sajtóban egyáltalán nem szokás róluk beszélni, sőt, mondhatni tilos. Ami sokáig közös volt bennük, azt hitték, azt hiszik, hogy egyedül vannak. A kulturális kreatívok elnevezést egyébként Paul Ray, amerikai szociológustól, és Sherry Ruth Anderson pszichológustól ered. Könyvük a kulturális kreatívok, azaz hogyan változtatja meg 50 millió ember a világot, 2009-es megjelenése óta már Magyarországon is kapható. A könyvben a szerzők kísérletet tettek arra, hogy megpróbálják jellemezni ezt az új, fokozatosan erősödő, mára mint több ember által képviselt viselkedés és gondolkodás formát, amely sajátosan keresztezi az egyéni tudatosodás és a társadalomban megjelenő szociális szerepvállalás kérdéseit. Ugyanakkor a régi minták elengedésében és új minták létrehozásában látja a jövőt. Legyen szó egyéni útkeresésről, spiritualitásról, környezettudatosságról, társadalomról, civil jogokról, a nők és a gyerekek helyzetéről, humanitárius kérdésekről, politikáról, vagy a globalizációs folyamatok alakulásáról. Magyarországon számos civil csoport alakult ezen a néven, ehhez a szellemiséghez kapcsolódva. Ők rendszeresen összejárnak, találkoznak, különböző cselekvéseket valósítanak meg. Köszönhető ez elsősorban a magyarországi szervezet vezetőjének, aki két hosszabb lélegzetvételű filmet is készített erről a jelenségről, gondolkodásáról. A második filmjében nem csak idehaza, de a világ számos országában megszólalnak elismert közösségi emberek és szakemberek. Anasztázia gondolkodása, Anasztázia követőinek életmintája nagyon közel áll a kulturális kreatívokéhoz. Ezért is tartottam fontosnak itt megemlíteni őket, hiszen a jövő mindenképpen az, hogy ezek a gondolatok összekapcsolódnak, és új irányt fognak szabni nem csupán a magyar, de az európai és a világ egyéb társadalmainak is. Mi az emberi lét valódi értelme? Milyen a férfi és a nő tiszta, a világegyetem törvényei szerint felépítendő kapcsolata? Milyen valójában a gyermekek érkezése és születése a földre? Hogyan éltek régen, hogyan kellene élniük ma a családoknak? Hogyan legyünk egészségesek a kozmikus gyógyító erő segítségével? Hogyan kellene viszonyulnunk a természethez és a földhöz, ha azt akarjuk, hogy az emberiség még hosszú évmilliókig az otthonának tekinthesse? Milyen az ember, a növény és állatvilág eredendő kapcsolata egymással? Egyáltalán mi az ember rendeltetése a világban? Mire képes most, és mire lenne képes valójában? Anasztázia szinte valamennyi kérdésre választ ad, ezért is olyan óriási a jelentősége és hatása egyre bővülő olvasótáborára. Megre nem is Anasztáziát ismerte meg elsőként a családból, hanem annak nagyapját. Egy kikötés alkalmával találkozott az öreggel, aki miközben már 119. életévében járt, nem elírás, valóban 119-et kell érteni, mindössze 75-nek nézett ki. A nagyapa a zengő cédrusokról mesélt a kereskedőnek. Így indult a különös történet, amely megváltoztatta nem csak a kereskedőből akaratán kívül lett író, de később egész Oroszország, és bátran mondhatom, hogy az egész világ egy részének életét, történelmét. Az enyémet mindenképpen, és bízom benne, hogy jelen könyv olvasóiét is. Megre az évek folyamán többször találkozott Anasztáziával, ám az a folyamat, amelyen ő maga keresztül ment, szélsőségekkel volt tele. Az első kötet megjelenését követően teljesen megváltozott az élete minden értelemben. Kezdetben bizonyítékokat kezdett kutatni mindarra vonatkozóan, hogy amit Anasztázia mond vagy állít, igaz-e? Számtalan helyet bejárt Oroszországban, hogy elsősorban önmaga előtt bizonyítsa a hallottakat.
Mindamellett, hogy már az első pillanattól kezdve sokan kezdték követni, jó néhány ellenző is felbukkant, főleg az egyház részéről, akik könyörtelenül támadni kezdték. Ez nem csoda, hiszen jelen könyvben is olvasható lesz, hogyan tárja elénk Anasztázia a vallásokat, Isten szerepét a világban, valamint Jézus személyét. Megre nem egyszer került életveszélybe, igaz, ezek inkább benső okok voltak, mintsem külsők, de hullámvölgyeiből mindig megerősödve sikerült kikeverednie. Természetesen egyértelmű, hogy Anasztázia hatató segítségével. Anasztázia tanításai, ember és világ felfogása mindenképpen útmutató lehet a magyar olvasóknak, de a világ valamennyi tudatosan gondolkodó emberének is.